Kedves közönség, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a magam nevében megköszönöm részvételüket ezen a szép délutánon. Örülünk, hogy ilyen sokan velünk töltötték a délután, és az ünnepi német misével, a kedves koszorúzással és a nívós programokkal sikerült újra öregbíteni Sojmár Schwab hírnevét. A nemzetiségi műsor méltó befejezéseként a német kéri Paksi Fúvós zenekar programját élveztetjük. Rövid bemutatkozásuk. A Roger Schilling Fúvós zenekar 1991. májusában alakult. A csoport célja a hagyományos sváb zene megőrzése és megismertetése. A zenekar rendszeres közreműködője a helyi és környékbeli rendezvényeknek. A helyi német önkormányzat szervezésében minden évben a Paksi Schwab Bál aktív résztvevője, ahol az együttes mellett a környéken működő, hagyományőrző csoportok is fellépnek. A zenekar az elmúlt 28 év alatt számtalan hazai és külföldi rendezvényen szerepelt, többek között Budapesten, Balatonfüreden, Dunaharasztiban, Bonyhádon, Szekszárdon, Sopronban, Becsésen, vagy éppen Szegeden és Bátaszéken. Szinte minden évben fellépői a Dunakömlődi, a Németkéri és természetesen a Paksi rendezvényeknek is. Több alkalommal szerepeltek már Budapesten, a Kongresszusi Központban, a Landesgálán, de bemutatkoztak már Pécset az Európa Kulturális Fővárosa programján és a Heimat Melódi rendezvényeken, valamint Villányban a Landesrat 15 éves jubileumi fesztiválján. A zenekar már több alkalommal részt vett a magyarországi német fúvós zenekarok országos versenyén. Ebben a programban három évente mérik össze tudásukat a zenekarok. A Roger Schilling zenekar 2000-ben harmadik, 2003-ban második helyet szerzett, melyet 2006-ban és 2009-ben is megvédett. Legutóbb az idén ismét kitüntetett aranyminősítést kapott. 2008-ban Paks Város Pro Urbe díját nyerte el éveken át tartó színvonalas munkájáért. 2014-ben a Nemzetiségi Gálán Pro Cultura Minoritatum Hungaria díjjal jutalmazták kitartó és színvonalas munkájukat. Muzsikájuk nem csak rendezvényeken, hanem már otthon is hallgatható CD-n, kazettán és az együttes honlapján. Az együttes vezetője Fritz József. Fogadják őket sok szeretettel! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nagyon szépen köszönöm ezt a meleg tapsot, megérdemelte ez a nagyon-nagyon nívós program, ez a fantasztikus zenekar. Kívánunk nekik még sok-sok sikert, és akkor először is egy rozmaringot, hogy sokáig emlékezzenek Solymárra. Aztán egy kis solymári bort, hogy akkor kóstolják meg, hogy milyen szőlőterem Solymáron. És reméljük, hogy nem utoljára voltak Solymáron, mert nagy szeretettel várjuk, és sok-sok sikert kívánunk újra. Van még egy zárásképpen egy nagyon kedves tisztem. Kérem szépen, hogy mindenki csodálja meg itt a háttérben ezt a megfestett falut, amit egy helyi festőművész, aki inkognitóban él közöttünk, és a tehetségét csillogtatja néha, ő nem más, mint idősebb Milvich Tamás. Kérem a Tomit, hogy fáradjon ide! Hát valami fantasztikus, mert egy beleszületett tehetségből kifolyólag mindig szépet alkot és megsegíti a solymári nemzetiségi rendezvényeket. Köszönjük a háttérképet! És akkor van még egy nagyon kedves tisztem, Laurának megköszönni a konferálást, kívánunk neki jó évzárást az iskolába, és azt, hogy a továbbra is megmaradjon a sváb gyökerek iránt a szeretet, és a nyárra pedig sok-sok szép élményt.